Nagy szeretettel köszöntöm a videó tanár nézőit! Ebben a videó összeállításban az erdélyi fejedelemség aranykoráról lesz szó, Betlen Gábor fejedelemsége idején. A képen látható úgy, a három részre szakadt Magyarország, melynek egyik része az erdélyi fejedelemség. Az erdélyi fejedelemség Erdélyből és néhány Tisztántúli Vármegyéből állt. János Zsigmond, volt az első erdélyi fejedelem, az erdélyi fejedelemség a török fennhatóság alatt állt. Az erdélyi fejedelmek egyik legfontosabb célja az volt, hogy a magyar királyságot és az erdélyi fejedelmet egyesítsék, és így egyesült erővel kiűzzék a törököt a magyar királyság területéről. A képen az első erdélyi fejedelem János Zsigmond látható. Betlen Gábor fejedelemsége 1613-tól 1629-ig tartott. A képen látható Betlen Gábor erdélyi fejedelem. 33 évesen lett fejedelem, ekkor már tapasztalt katona és politikus volt. Viszont, amikor átvette a fejedelemséget, a kincstár teljesen üres volt. Egy szétzilált ország várta Betlen Gábor, hogy mit tud majd vele kezdeni mit tudott ezzel a szédzivél országgal kezdeni, azt meglátjuk. Felesége, Brandenburgi Katalin mindenben támogatta Betlen Gábort, és erős támasza volt a fejedelemnek. Betlen Gábor fejedelemségének idejét nevezzük Erdély aranykorának. Betlen Gábor törekedett arra, hogy egy zilárt központi hatalmat építsen ki. Melynek nyomán fellendült Erdély ipara és kereskedelme. Hogyan építette ki ezt az erős központi hatalmat? Visszaszerezte a birtokokat, melyeket elődei elvesztettek. Vámhelyeket hozott létre, újra megnyitotta a bányákat, és az értékes árukkal csak a fejedelem emberei kereskedhettek tehát sót, tinót, nemesfémet, csak olyan emberek vihettek ki, akik a fejedelem megbízottjai voltak, így az ebből származó jövedelem szintén a fejedelem Betlen Gábor kincstárát gyarapították, valamint adókat vezetett be. Mindezeknek a hatására a kincstár bevétele egyre növekedett. Itt láthatjuk az Betlen Gábor által veretett aranypénzt. Betlen Gábor megszilárdította, tehát Erdélyben, a belpolitikai és a külpolitikai helyzetet is. A kézműveseknek és kereskedőknek előnyös feltételeket kínált, melyek azt szolgálták, hogy a kézművesek, hogy ha dolgoznak és előállítják az áruikat, akkor nekik is hasznuk válik belőle, tehát ezzel próbálta ösztönözni a kézműveseket. Ugyanígy a kereskedelmet is fellendítette. Betlen Gábor az erdélyi fejedelemség területére külföldi mestereket, tudósokat, művészeket hívott, és óriási építkezésekbe kezdett. Betlen Gábor nagyon fontosnak tartotta az oktatást, így támogatta a fiatalok külföldi tanul, tanulmányait. Bátorította is az erdély külföldi fiatalokat, hogy menjenek bátran nyugatra tanulni, viszont azt remélte, hogy külföldi tanulmányaikat majd Erdélyben fogják kamatoztatni. Az erős központi hatalom alappillérei, amelyeket Betlen Gábor fejedelem kiépített, a jól képzett hivatalnok rendszer, az állandó hadsereg és a birtokok bevétele. Betlen Gábor állandó hadsereget tartott fenn, méghozzá zsoldos hadsereget. Ez azt jelenti, hogy a katonák a katonai szolgálatukért pénzt kaptak a fejedelemtől. Egy zsoldos állandó hadsereg fenntartásához óriási vagyon kellett, és Betlen Gábor szinte a semmiből teremtette ezt meg az Erdély fejedelemség területén, hiszen hallhattuk, hogy amikor fejedelem lett, a kincstár szinte teljesen üres volt. Nagyon fontos volt ahhoz, hogy ezt az állandó hadsereget fenntartsa, hogy a kincstár vagyona újra gyarapodjon, és ehhez elengedhetetlen volt a birtokok bevétele, ugye, az adók. Betlen Gábor hadjáratai, ugye ahogy említettem, zsoldos hadsereg volt, ez a hadsereg korszerű és fegyelmezett volt. Betlen Gábor serege Végvári vitézekből és hajdókból állt. A hajdúk marha pásztorok voltak, akiknek az volt a feladatuk, hogy Erdélyből egészen Bécsig tereljék a marhákat, hogy ott majd eladják őket. A hajdók harcedzett harc emberek voltak, hiszen Erdélytől Bécsig nagyon hosszú volt az út, és rengeteg veszély fenyegette őket, meg kellett küzdeniük a rablókkal, vagy azokkal, akik el akarták a marhákat lopni tőlük. Betlen Gábor hadjáratainak fő célja, az ország egyesítése, tehát a Magyar Királyság és az Erdély fejedelemség egyesítése a török elleni harc. 1618-ban kirobbant a 30 éves háború. A Habsburgok ellen a protestáns vallás szabadságért harcolt Betlen és a cserendekkel szövetkezett. 20-25 ezer fős seregével több sikeres csatát vívott felvidéken és Cseföldön. A hadjáratainak hadjáratai sikereinek következtében 1620-ban Magyarország királyává választották Betlen Gábort, de a koronát nem fogadta el. Miért nem fogadta el a koronát? Azért, mert Betlen Gábor sikereinek hatására a török buzdította Betlent, hogy folytassa tovább hadjáratait, hiszen ezekkel a hadjáratokkal, Betlen a Habsburgokat gyengítette, ugye a töröknek a fő ellenségét. Ezért a török felajánlotta neki a koronát, hogy legyen Magyarország királya. Viszont ha Betlen ezt elfogadta volna, akkor ez azt jelentette volna, hogy a magyar király, Betlen Gábor és a magyar királyság a török hódoltság hűbére se lenne. Betlen ezt jól tudta, Úgyhogy ezért visszautasította a török által felajánlott koronát. Viszont megválasztották Magyarország fejedelmének betlen gábort. A képen látható második Ferdinándal, Ferdinánd császárral békét kötött betlen gábor, elismerte második Ferdinánd császár Erdély önállóságát, és hét vármegyét csatolt Erdélyhez, valamint biztosította a rendi jogokat és a vallásszabadságot Erdélyben. Ha ránézünk a térképre, ugye láthatjuk az erdélyi fejedelemséget, és ez a világos kék rész jelzi a Hétvármegyét, melyet második Ferdinándal kötött békében ugye ezt a Hétvármegyét csatolták Erdélyhez. Ez a Hétvármegye vármegye. Abaúj, Zemplén, Borsod, Berek, Szabolcs, Szatmári és Ugocsa vármegyék. Tehát a világos kékkel jelzett terület. Tehát Betlen Gábor fejedelemsége alatt az Erdély fejedelemség területe is növekedett, köszönhetően Betlen Gábor sikeres hadjáratainak a felvidéken. Gyulafehérvár fehérvári udvar. Betlen Gábor központja Gyulafehérvár volt, Uh, Gyula Fehérvárra itáliai építőmestereket hívott, és velük egy reneszánsz stílusú palotát építetett. A képen látható a Gyula uh, palota Reneszánsz kapuja. Gyula Fehérvár Betlen Gábor idejében a szellemi élet központja volt. Betlen Gábor nagyon szerette a hangszeres muzikát, az olasz daljátékokat. Főiskolát alapított, és Betlen Gábor ö, támogatta a jobbágy gyermekek tanulását is, nagyon szorgalmazta, hogy az fiatal tehetséges jobbágyok jobb is értelmiségi <coughs> sorba kerüljenek. A képen a Gyulafehérvári főiskola épülete látható, melyet Betlen Gábor alapított. Betlen Gábor utódai Betlen fejedelemsége alatt tehát erős központi hatalmat teremtett, felvirágoztatta Erdély iparát, kereskedelmét, támogatta a kultúrát és a művészetet. Betlen Gábor fejedelemsége idején Erdély egy erős állam benyomását keltette. Utóda, első Rákóczi György folytatta Betlen politikáját, ezért ezt a kort nevezhetjük Erdély aranykorának. Második Rákóczi György a lengyel trón megszerzéséért indult, nagyon felelőtlenül fogott bele ebbe a harcba, ez Erdély bukását jelentette. Második Rákóczi György már nem folytatta apja első Rákóczi György és Betlen Gábor politikáját, hanem lengyel király akart lenni, és belebukott ebbe a hadjáratba, seregét ott hagyta a csatatéren, hazajött, a serege pedig megsemmisült. Ezért második Rákóczi György fejedelemsége alatt Erdély újra hanyatlani kezdett. Első Rákóczi György képét láthatjuk, és második Rákóczi Györgyöt, Erdély fejedelmeket, ahogy említettem, első Rákóczi György alatt még virágzott Erdély, mert ő folytatta Betlen politikáját, viszont második Rákóczi György fejedelemsége alatt Erdély hanyatlásnak indult. Első apafi Mihály fejedelemsége idején a fejedelem arra törekedett, hogy a nagyhatalmak közötti viszályt megszüntesse. Lecsillapította a törököt és békét teremtett, első apafi Mihály az úgynevezett tapogatózva járó fejedelem volt, mindig a békét, a megegyezést kereste, kerülte a konfliktusokat. Viszont ez a béke nagyon törékenynek bizonyult, ezt majd láthatjuk a Magyar Királyság és Erdély további történetében. Ebben a videó összeállításban tehát az Erdélyi fejedelemségről hallhattatok, és Erdély aranykoráról, Betlen Gábor fejedelemségéről, aki egy erős központi hatalmat hozott létre Erdélyben, és ezzel Erdét felvirágoztatta, támogatta a művészeteket, támogatta az ifjak tanulását, tanítását és a szellemi életet. Köszönöm a figyelmet!